Szép jó napot kívánok a Sárvári Televízió kedves nézőinek. Az új szezonban, reméljük nem olyan szezon lesz, mint tavaly, csak halkan jegyzem meg, tehát végig lehet játszani. Tehát az új szezonban kézilabda mérkőzés a Sárvári Televízió képernyőjén, mégpedig tulajdonképpen egy megyei rangadó, de nem csak megyei, hanem csoportrangadó is, hiszen két mindenképpen jó erőkből álló, akár dobogóra is esélyes csapat csap össze a Sárvár arénában. Jobbról balra, fehér felsőben és fekete nadrágban ezúttal a Sárvári Kinizsi csapata, a Sárvár Fürdő Kinizsi csapata egész pontosan, és neonzöldben, valamint fekete nadrágban pedig a Büki TK, két fürdőváros is ugyanakkor, tehát sokszoros rangadó és mindig presztízs mérkőzés. Azt hozzá kell tenni, hogy ez egy elhalasztott mérkőzésnek a pótlása, még pedig a második fordulóból, tehát egy héttel előtte kellett volna ezt a mérkőzést már lejátszani szeptember utolsó hétvégéjén, és rögtön a mérkőzés elején egy 7 méteres a hazaiak javára, és akkor gyorsan elmondom a két csapat összeállítását. A hazaiaknál 5-össel Horváth Emma, 9-essel Toncsec Dorina, 3-assal Farkas Liza, 10-essel Barca Rebeka, de most nézzük, és kapufa, kimarad az első lehetőség. Jenőfi Katalin kezében volt ott a lehetőség arra, hogy vezetést szerezzen a Sárvár, de sajnos kimaradt a 7-es, nem kezd jól a Sárvár, tehát 10-essel az új igazolású Barca Rebeka a Sárvárban, de kimarad ott is a helyzet Szabó révén, 11-essel Szemes Jászmin, 12-essel Varga Ági, 13-assal Vajda Virág, 14-essel Dávid Virág, és egy kimaradt lehetőség, de közben már fújtak a játékvezetők, tehát belül volt Doncsec Dorina. 15-össel Cserdóra, ott is egy kimaradt helyzet, hát nagyon hektikusan kezdődik ez a meccs. Azért a tét feszültség rányomja a bélyegét mindkét csapatra. Jenőfi Katalin közben, aztán majd mondom az összeállításokat. Doncsec Dorina fönnakad a falon. Tehát 15-össel Cserdóra, 16-ossal Jurik Petra a kapuban, 18-as Gerencsér Zsófia, 19-es Jenőfi Katalin, 25-ös Viganó Viktória, 28-as Bolfán Nikolett, 31-es Szekeres Szederke és 33-assal Szabó Eszter a 16-os keretben, hosszú tehát a Sárvár kispadja is. A kispadon pedig az új edző Pup Adél, aki nyáron vállalta el a csapat vezetését, és két sérült játékos segíti még a kispadon, Nyári Luca és Sós Réka. Ez tehát a Sárvár kerete pillanatnyilag a pályán, ez is kimaradt, de közben szabálytalanság volt. A pályán a jobb szélen Szemes Jászmin, a jobb lövőben Doncsec Dorina, beállósban Gerencsér Zsófia, irányítóban Barca Rebeka, róla még ejtünk szót, bal lövőben Jenőfi Katalin, és a bal szélen Vajda Virág, ez tehát a Sárvár kezdője. Jenőfi Kati tette tovább, Doncsec Dorina, a bejátszás jó, de nagyon figyelnek Gerencsér Zsófiára. A Bükiek keretét is elmondom, ha lesz rá időm, közben Barca Rebeka és egy kiállítás. Méghozzá a vendégek egyik legjobbja, ha nem a legjobbja, Gutyán Adrien, aki, csak gyorsan mondom, az elmúlt héten egy 33 gólos meccsen, mármint 33-at lőtt a Bük, pontosabban két héttel ezelőtt a Győrnek, abból 17 gólt, tehát több mint a felét Gutyán lőtte, tehát nagyon kell rá figyelni. Most gyorsan a két perces kiállítás sorsára jut, nagyjából a harmadik percben járunk, és emberelőnyben a Sárvár. Jenőfi Kati, Jenőfi kapja vissza, Doncsec nem sikerül bemenni, nem talál részt a falon. Ez viszont így jó, és Jenőfi góljával 1-0-ra vezet a Sárvár. Megvan tehát a vezetés, a nagyon fontos vezetés. Nézzük a Bükieket, Szalai Nikolett 1-essel a kapuban, 4-es Szabó Dóra, 11-es Szuhogyi Laura, 19-es Schuster Nikolett, 14-es Szabó Noémi, 16-os Büki Angyalka, 13-as Marton Dóra, 24-es Szabó Réka, 20-as Gősi Luca, 99-es talán, nem bocsánat, 79-es Gutyán, és közben egy gól a másik oldalon is, mégpedig Szabó Dóra révén egyenlít a Bük. Tehát Gutyán 79-essel, 96-ossal, Baranyai Enikő, hát sajnos nincsenek sorba, viszont gól a túloldalon, a sárvári oldalon. A gólszerző pedig, ha jól láttam, akkor Horváth Emma,
ez nem lehet, mert nincs a pályán. Nem, Jenőfi Kati volt, bocsánat, ez is. És közben 2-2, fej-fej mellette át a két csapat. Egyelőre, mert az előbb nem volt gól. És hármassal a harmadik gólt Jenőfi Kati szerzi. Tehát tényleg fej-fej mellett a két csapat. Egyébként Vajda Virág volt, aki a második gólunkat szerezte, és közben egy sérülés a pályán. Jenőfi Kati? Igen. Ő kapott egyet az orrára. Az ötödik, hatodik percben járva, inkább most már 3-2-re vezet a Sárvár. Dobos Dorka egyébként még, valamint Kelemen, Annabella, Tamási, Kata, Tóth Vivien és Cseledi Maja a Bükiek csapatában. Büki kispadon, Bölöni Roland edző és Miskai Balázs, hogy teljes legyen így is az ő összeállítású keretük is, és ahogy mondtam, akire vigyázni kell, az mindenképpen az egyik Guttyán Adrien, a másik pedig Szabó Dóra. Négyessel játszik. Szabó Dóra fölé bombázza. Közben ugye Guttyán kiállítása már lejárt, tehát teljes létszámban a Büki csapat is, és 3-2-re vezet a Sárvár, hatos falat védekeznek a sárváriak. És most valóban fönn van Horváth Emma, Jenőfi Kati helyén, aki megsérült, és védekezésben a sárvári oldalon ott van Cser Dóra is, miközben Guttyán egyenlít 3-3. Tehát most Jenőfi Kati helyén Horváth Emma támadásban is. Guttyán olyan zavaró, kilépő, nyitott védekezés ez így most. 3-2-1-et védekeznek. Nem is rosszul egyébként, ez rossz passz, de a játékvezető páros jelzett. Egyébként Atyimov Lajos és Jáger Tamás vezetik a mérkőzést. Egyelőre tehát 3-3-nál járunk a 7.-8. percben. Kimaradt lehetőség, ebben viszont Guttyán mehet az egyik erősségük, és átveszi a vezetést Guttyán révén a Bükk. Erre mindenképpen figyelni kell, ezt a lányok, nem tudom, megbeszélték a meccs előtt, hogy Guttyán indulásaira vigyázni kell, mert a fal ellen, tehát a hatos fal ellen azért nehezebben tör be egy jó védekezés esetén, az meg eddig megvolt, de az indulások azok veszélyesek, és lán adtuk a labdát, Guttyán indulásával már is vezet a Bükk. Igaz, hogy csak egy góllal, 4-3-ra. Mindez a 7. percben, 8. percben járva. Cser, Barca, jó passz, és Vajda, 4-4. Vajda Virág révén egyenlít a Sárvár, gyorsan viszonylag. Jenőfi még mindig nincs fönn. Gól ott is a túloldalon. Szuhogyi dobja az ötödiket. És közben ugye van egy kiállítás a sárvári oldalon. Horváth Emmát küldték ki az előbb, úgyhogy ember hátrányban a Sárvár. Viszont Szuhogyi második kiállítását kapja. Na hát ez gyorsan jött, nem telt el 10 perc a mérkőzésből, és Szuhogyi a második két percesét kapja. Még egyszer mondom, hogy a vendégek leggólképesebb játékosa.
Gutyán két forduló után 23 góllal állt. Tehát két mérkőzés után, ami azért nem rossz teljesítmény. 10 gólos átlag, óriási gól! Barca egyenlít, 5-5. De gól ott is, és ez is nagyon gyorsan jött. Szuhonyi dobja a hatodikat. Tavaly egyébként az Aréna Avatón elég súlyos vereséget szenvedett a Sárvár. November 30-án volt ez a mérkőzés. És akkor, ha jól emlékszem, 10 gólos különbséggel győzött a Bükk. Egész pontosan 9-el, 34-25-re. Igaz, hogy a félidő még csak 12-10 volt a Büki oldalra, de második félidőben elfáradt a Sárvár, miközben ismét Barca a gólszerző. 6-6-ra módosít mindezt, hát 10 perc elteltével. Szabó! Ez viszont nagy védés Juriktól, nagyon kellett már. Lehet támadni a vezetésért, közben Jenőfi ismét a pályán. Barca telibe találta a felső lécet, de szerencsénk van, mert Jurik megszerzi a labdát. Úgyhogy marad nálunk a játékszer. Dadug az a labda bizony. Megpróbálta Gutyán lefülelni, a kiállításból visszatérő Gutyán. Barca, Jenőfi, Vajda, Vajda, de szép! És gól! Átveszi a vezetést, Vajda világ a bal oldalról keveredett, tört be, és átveszi ezzel a vezetést a Sárvár. Ismételten, hiszen a meccs elején már vezetett. 1-0-ra, 2-1-re is, sőt 3-2-re is. Utána viszont a Bükiek 1-1 góllal mentek, és most itt 7-6 a Sárvárnak a 11. percben. Büki támadás, Szabó Dóra ezt nagyon eldurrantotta, köszönjük meg neki. Ő egyébként két héttel, vagy most már szem 3 héttel ezelőtt az első fordulóban szenvedett bokasérülést, miközben Barca ellenállhatatlanul 8-6. És igazából ezen a meccsen tér vissza, az Eto ellen nem játszott. Ugye a múlt héten elhalasztott mérkőzésen sem valószínű, hogy játszhatott volna még, most viszont vállalta. Ugye ne feledjük, hogy a második forduló után, a harmadik fordulóra készült, közben egy bejátszási kísérlet, de Jenőfi ezt nagyon jól megfogta most. Méghozzá Baranyait. Tehát a Bükiek bejelentették a mérkőzés előtti csütörtökön, hogy 3 koronavírus tünetet mutató játékosuk van, közben egy szépítő gól. Gutyán volt. Mire kimondom, arra 9-7 a Sárvár javára. Jenőfi volt a gólszerző. Tehát 2 gólos sárvári vezetés, lassan-lassan a játékrész feléhez közelítünk, tehát 3 koronavírusos tüneteket mutató játékosa volt az eredetileg kiírt időpont előtti csütörtökön a Büknek. Kérték többek között a Sárvár hozzájárulását és egy súlyosnak tűnő sérülés. Gutyán a földön, Jenőfivel, hát szó szerint Jenőfi blokkolt, ő meg belelépett a blokkba. Azért az előtörténethez tudni kell, hogy ő neki volt egy nagyon súlyos tércalag szakadása és műtétje az év elején. Mi Sárvári oldalon, megmondom őszintén, furcsáltuk is, hogy viszonylag rövid idő után visszatért, egy műtét után, egy tércalag műtét után. Sajnos ebben benn van az, hogyha nincs meg a kellő rehabilitáció, nincs meg a kellő gyógyulási idő. Ez általában mondjuk labdarúgóknál 1 év szokott lenni, de kézilabdában is közel 1 év, akkor bizony könnyen rá lehet egy ilyenre sérülni. Ez egy ártatlan helyzet volt, egy sima blokk, egy belemenés tulajdonképpen, nem belemenés, hanem a blokkba találkoztak.
viszont a térd az letapadt, a láb letapadt, a térd nem ment tovább, és ebből úgy tűnik, ebből lett a sérülés. Mindez a 15. percben járva, és 9-7-es sárvári vezetésnél. Egyébként a sárváriak legeredményesebb játékosa, ha már a bükiekről szó volt, közben egy kihagyott büki zicser, ez természetesen Jenőfi Kati, 14 gólt lőtt két meccsen, közben Cserdóli próbálkozott. A támadás védőcsere van, vagy támadó védőcsere volt. Cserdóli egyelőre csak támadásban, vagy a védekezésben volt fönn, ezért most le is ment, és jött helyette a jobb oldalra Szemes Jázmin. Barca Rebeka, Doncsehec, Szemes Jázmin, éppen most mondtam a nevét, hoppá, ott a gól. Szemes góljával 10-7. Szemes a harmadik gólját szerezte. Nem, bocsánat, elnéztem. Ez még csak az első. 13-as és a 19-es nagyon hasonlított a jegyzőkönyvbe. Jenőfi Kati áll több góllal. Közben egy büki támadás. Szabó Dóra tette le. Schuster irányít most. Gutyán sérülése miatt. És időkérés az első félidő 17. percében. Inkább a 15. az. És a vendégek edzője Bölöni Roland kért időt. Akkor van időm elmondani egyébként, hogy gyakorlatilag három forduló ment le a mi meccsünkön kívül, tehát sőt még volt még egy elmaradt mérkőzés, a Szese Győr és a Pénzügyőr mérkőzése is elmaradt szeptember 20-án. Hát ott a Pénzügyőrnek volt sok hiányzója, és ők kérték. Itt pedig a sárvári időkérésnél a sárvári keret és Pupadél edző. Pillanatnyilag három mérkőzésből, három győzelemmel, tessék figyelni, 111 lőtt góllal 62 ellenében, plusz 49-es gólkülönbséggel a Komárom vezeti az NB2 északnyugati csoportját. Tehát a Komárom három meccsből hármat nyert, és volt például az első fordulóban egy VKL-es Győr elleni meccs, ahol 30 gólos különbséggel 49-19-re győzött a Komárom, tehát a Komárom mindenképpen az egyik bajnok aspiráns. Ebben a csoportban többek között Kovacsics Mónika, az egykori BL győztes, győri sokszoros válogatott játékos is a soraikat erősíti, aki egész pontosan kettő meccsen lőtt 21 gólt. Hát ővelük mindenképpen számolni kell. Ezelőtt a mérkőzés előtt, közben Szabó Dóra, és egy jó védés Juriktól. Az Ajka a második, ők is három meccsből három győzelemmel. Szemes, Cser, Barca, Jenőfi, betörés. Hát nem tudom, belemenést mutatott talán a játékvezető. Tehát a második helyen állt az Ajka. Nekünk 4 pontunk volt, a Celdömöknek 3 meccsből szintén 4 pontja, Büknek 2 mérkőzésből szintén 4 pontja, tehát nagyon sűrű a tabella eleje, nagyon sűrű a mezőny. A végén van 3 nulla pontos csapat, a Szese, a Körmend és a VKL-ese. Közben Julik újabb szép védése, tehát azt lehet látni, hogy ez az északnyugati csoport idei mezőnye nagyon erős, úgy tűnik, hogy van 4-5 jó csapat, kimagaslóan jó csapat, közülük kerülnek ki majd valószínűleg a dobogósok, miközben egy sárgalapos figyelmeztetés, talán Schuster, nem, Baranyai Jenikő, 96-ossal. A mérkőzés állása 10-7 közben. Sárvár javára. Doncsehec, nagyon figyelnek és meg is fogják egyelőre. Szabó Dóra vele szemben. Jenőfi! 11-7, 4 gólos a sárvári vezetés.
Közben egy szabálytalanság ezen az oldalon is. Schuster került a földre 19-essel, ő irányít tehát. Baranyai van a falban, Szabó Dóra ballövő. Szabó Réka, most a jobb lövő, ő kapja éppen a labdát. Szabó Dóra, Schuster. Egy hiba. Jól láttam, Szuhogyi volt az. Igen, Szuhogyi van 11-essel a bal szélen. Szabó Dóra kiválóan fogja meg Cserdóri. No. Cserdóri aztán kap is ezért egy sárgát. Kupadél mondja, hogy ne reklamáljanak. Acsimov Lajos nagyon határozott. Schuster, Szabó, Szabó Dóra, Szabó Noémi, Schuster, Szabó Dóra, most egy picit tanácstalanok a bükiek, jól zár a hatos fal, Szabó Dóra emelkedik, kiváló volt. Na? Köszönjük. Jenőfi Katalin, Vajda Virág, Jenőfi Kati, Barca Rebeka, nem sikerült a betörés. Útját állta ott. 96-ossal Baranyai Enikő. Középen magas a fal. Szabó Réka, Szabó Dóra. Baranyai. Mármint ők vannak középen, miközben Szemes tette tovább a labdát. Jenőfi Kati. Az most nem a miénk. Hiba itt is. Továbbra is 11-7. Hát 20 perc telt el. Hoppá, ott kiment a labda. Hiba hátán most, de mindkét oldalra igaz. A nagy tét, a feszültség rányomja bélyegét. Közben Gerencsér Zsófia helyére megy Bolfán Nikolett. Művész nevén Süni, 28-assal. Sárvári oldalon, aki Sárvári játékosa volt közben. Egy gyermeknek adott életet és visszatért, ez sajnos nem sikerült, de egyébként már szabálytalan is volt, mert pont Bolfán futott keresztbe belül. Ez viszont Schuster! Jól állítottuk meg a végén, nagy lendülette jött, de jól állítottuk meg. Schuster teszi tovább, Szabó, Schuster, csak szabad dobás. Schuster, ő is tanácstalanodott egy picit, Szabó Dóra, ez viszont üres helyzet, be is lövi. 11-8. Szabó Dóra lövésével a 20. percbe lépve. Nem sikerül leszakítani a bükköt. Most már ugyan tartós, így a második félidő második felében tartósult ez a, vagy állandósult ez a 3-4 gólos, most éppen 3 gólos sárvári vezetés, de nem sikerül ellépni, nem sikerül leszakítani őket. Hoppá! Hoppá! Hát nagy az adókapok. És kap egy 2 percet az adókapok végén. Ha jól láttam, Szabó Réka. Jenőfi Kati is, Barca Rebeka is a kezét fogta. Emberelőnyben tehát, 11-8-nál a Sárvár. Jenőfi, továbbra is most viszont hatos falban a hazaiak, ugye ember hátrányban. Hopp, és egy labda csenés, vagy labda vesztés a sárvári oldalon. És egy gól helyett. Óha, fejbe dobta, egész egyszerűen Szuhogyi fejbe találta. Kár, hogy nincs lassítás itt. De Julikot zicserbe, hát én már gólt láttam. Zicserbe.
fejbe dobta a Jurik Petrát, aki, ha jól látom, a száját fájlalja. Ezben Vajda Virág és Wolfán Nikolett beszél meg valamit. Acsimov Lajos játékvezető Jurikot kérdezi, hogy minden rendben van-e. Na, megy a diskurzus a pályán. Jáger Gergely Jenőfi Katival beszélt meg valamit, és folytatódhat 11-8-as Sárvári vezetésnél. Most már belül az utolsó 10 percen az első játék részben a Sárvár Bükk rangató. Schuster, Szabó Dóra keresztbe, jó a bejátszás, bizony, hogy jó, és ott a gól. A gólszerző pedig Baranyai. Följönnek két gólra, 11-9-re a vendégek. Azt még nem mondtam, hogy szép számú szurkoló sereg előtt. Betartva, hopp, nincs hetes, Doncsesz betörésénél. Betartva az egészségügyi előírásokat, a járványügyi előírásokat, maszkban, hőmérőzés után kézfertőtlenítéssel a nézőtéren is csak maszkban ülve vannak a nézők. Nézzük Szemes, ott a gól! Szemes góljával 12-9 a Sárvárnak. És hát a 600 fős lelátón sacra olyan félház lehet, ami szerintem egy NB2-es mérkőzésen mindenképpen szép teljesítmény, ez a 300 körüli néző. Szabó Dóra közben fölmegy, kapufa, most szerencsén gólt. Na nézzük az indítást, egy nagyon jó indítás, Vajda bevarja, 13-9. Megint 4 gól a különbség, ez így biztató. Négy gólos Vajda Virág eddig. Szélső létére ez remek teljesítmény. Jó, erős 20 perc után. Ez viszont no, kiállítás. Jenőfi Kati kapja. Jenőfi Katalin kap 2 perces kiállítást. A 22. percben járva. 4 gólos Sárvár vezetésnél. Hopp, Szabó Dóra. 7-es. És vajon mi lesz még? Sárgalap Doncsecnek. Az ítélet végrehajtó pedig Szabó Dóra. 13-9-nél. És a kapufára vágja, kipattan. És sajnos senki nem volt ott, 13-10. Ezért kár volt. 3 gól ismét, csak a különbség, mondom ezt a 4 gól után természetesen. A Bükk nem adja föl, Sárvának nem sikerül összeroppantani a Büköt, vagy megroppantani, fogást találni rajt. Vezetünk ugyan, most már fél idő dereka óta, de nem sikerül 3 gólnál, 4 gólnál többre elmenni, tehát belátható lőtávon marad a Bükk. Most pedig ráadásul Bolfán kiállítása miatt még emberhátrányban is játszunk, Barca Rebeka, Vajda Virág, Cserdóri, most tanástalanok vagyunk mi is. Hoppá, ez mi volt? Semmi. Egész egyszerűen kijött a magasságbeli különbség. Na, viszont lőni kell, mert passzív. Cserdóra a kapusról ment ki. Szabó Dóra. Ez jó! Igaz, hogy náluk marad a labda. Egész pontosan Szuhogyinál. Szabó Dóra, Schuster. 22-essel.
új játékos, Tamási Kata. Pont ő kapja a labdát, Tamási. Az viszont így a miénk. Marad a 13-10. És támad a Sárvár. Akkor, amikor 5 perc van hátra nagyjából a mérkőzésből. Kapuban pedig Büki Angyalka, ha én az elején rosszul mondtam volna. Hoppá, ez a bejátszás nem sikerült, de szabálytalanság. Miközben már Bolfán is a pályán. Jenőfi. Barca, megállíthatatlan! 14-10. A 25. percben az első játékrészben ismét 4 gól a Sárvár előnye. Közben Cserdóri, aki a padról futott be, ha jól láttam. Ugye a támadóvédő cserénél, és ezzel zavarta meg az ellenfelet. Tamási. Viszont Szuhogyi góljával 14-11. Barca mutatja be a figurát, Barca, Jenőfi, és picit lassan megy a figura, Szemes Jázmin fut be, Szemes, nem sikerült, ott nagyon figyelnek rá Tamási, Kata éppen, aki leteríti. Barca, Jenőfi, Vajda Virág, Jenőfi, Barca, tovább, mehet tovább, sajnos nem sikerült. Az átlövés Doncsec részéről, Szabó Dóra viszont már üles léptekkel. Hát egy kis keveredés, itt is Szabó Dóra, nem is Szabó, de igen, ő szedte össze a saját labdáját. Jobb oldalukon most Cseledi Maja. Baranyai, Szabó Dóra, Tamási, Schuster. Tamási, Szabó Dóra lábához jött a passz. Jó, köszönjük, Szuhogyiról megy ki a labda. Ott onnan indult, hogy nagyon mélyen ment már Szabó Dórának a passz, alig bírta megmenteni. Közben Szemes. És ez sincs benne, Jenőfi. Pedig szépen kapta a labdát, volt előtte üres terület. Most hiba mindkét oldalon, marad a 14-11. Ez viszont szép volt Schustertől. 14-12. A hátra elő játékrész 2 perc. Bolfán. Jenőfi, most megint jutottabb a védekezés. Jenőfi közben a válasz szabálytalansága miatt. Bükieké a labda, 14-12-es Sárvár vezetésnél, hát most már lassan utolsó percben járva. Baranyai, Tamási, Schuster, Doncsec van zavaró repülésben, zavaróként. Schuster, Tamási, Jenőfi. És bár próbálgatja a lábát, Gutyán úgy tűnik, hogy nem fog visszajönni. Szabó Dóra megy föl magasra, és szerencséje is van egy picit most Gyuriknak. Jó volt a védés. Rágyult a labdára, de nem gurult be az a játékszer. Szerencsére Barca. Most viszont nincs szerencsénk. Ezen az oldalon Doncsec lövés a kapufa belső oldaláról vágódott ki. Itt viszont egy védés Juliktól, most már a sokadik, Szuhogyi próbálkozott.
hát most már belül az utolsó percen. Jenőfi. Harca irányít továbbra is, sokat nem cserélt Kupadél, csak amit szükséges, ez sincs benn. Esélyben beleért még Büki Angyalka egyébként. Na, hiba ott is, úgyhogy még van idő arra, és lehetőség, hogy még egy gólt lőjünk, és meg is van Vajdavirág. 15-12. Vajdavirág ezzel 5 gólos. A másikat a Schuster nagyvédés Juliktól, másodpercek vannak hátra. És már nem vezetünk akciót. Az első játékrész tehát szoros küzdelmet hozott, amiben meghatározó lehet Gutyán sérülése, ami a 10. perc tájékán, 15. percben történt, a fél időben 15-12-re vezet a Sárvár. 15-12-es, három gólos Sárvár vezetésnél kezdődik tehát majd a második játékrész, amit a Bükk kezdhet. Egy jó első félidőt láthattunk, eseménydús félidőt. A Sárvár vezetett először, aztán a Bükk átvette vezetést, de egy-egy gólnál többen senki nem tudott elmenni. Majd a félidő derekától a hazai csapat három gólos előnyre tetszett, és végig 3-4 gól volt az előny, és így most 15-12 a második játékrész elején, mire kimondom arra 15-13. Szabó Dóra volt a gólszerző. A sárvári csapatból egyébként Barca Rebeka 4 gólt, Szemesi Jászmin 2-t, Vajdavirág 5-öt, Jenőfi Kati 4-et lőtt az első félidőben, a vendégeknél a legeredményesebb. Hát hárman is lőttek 3 gólt, Szabó Dóra, Szuhogyi Raura és a közben lesérült Gutyán. Tehát most 15-13-nál sárvári támadás. Barca, Szemes Jászmin és ott folytatja, ahol abba hagyta, 16-13 Szemes Jászmin góljával. Az első fél időhöz képest azt hiszem, hogy a Bükk sem cserélt. Tamási van ott a jobb oldalon, illetve hát igen, most a jobb oldalon irányítóba Schuster, a bal lövőbe Szabó Dóra. Baranyai a beállós, közben Szabó Dóra két ember közé. Hát ebből még egy kiállítás is lesz, Doncsec. A bal szélen továbbra is Szuhogyi náluk. Tamás itt segítik föl. És Szuhogyi lesz az ítélet végrehajtó. Még egyszer mondom egyelőre, 3 gólos Sárvár vezetés, kapufa és Szabó Dóra. És nincs gól, bizony, hogy nincs, mert Julik Petra nem csak a hetest fogta, hanem utána a duplázást is. Ez csak azért volt a duplázás bosszantó, mert az első félidőben is volt megfogott hetese Juliknak, viszont akkor a kipattanót azt lelőtték. A sárvári oldalon sincs komolyabb változás, most ugye Doncsec kiállítása miatt nincs bent beálló, viszont Cserdóli van fönn. Cser. Sajnos ez nem ment be. Büki Angyalka jól zárta a szöget. Jöhet a Bükk, Szabó Dóra. Schuster, be a falba és kapufa. És a sárvári a labda. Julik, Jenőfi. 3 perc ment el a második játékrészből. És 16-13-ra a Sárvár vezet.
igaz, hogy ember hátrányba játszunk Doncic kiállítása miatt. Ez a harmadik kétperces büntetőnk. A vendégeknek is három volt eddig. Butyámnak kettő. Szabó Lékának egy. És közben gól a Sárvári oldalon. A 17. gólt Jenőfi Kati lövi. Négy gólos ismét a Sárvári vezetés a második félidő elején, az 5. percben. Közben visszajött Gerencsé Zsófia. Schustert fogták meg. Szabó Dóra. Marad náluk a labda. Schuster. Szabó Dóra. Tamási kezéből kipottyant a labda, de még összeszedik, de kár érte. Végül Baranyai a gólszerző. 17-14. Szemes Jázmin fut be Cserdóri, Jenőfi Kati középen, Jenőfi, nagyokat kap, végül egy hetest is kap, egy büntetőt. Jenőfi most nem átlövésből, inkább betörésből próbálkozott, és Barca Rebeka lesz az ítélet végrehajtó. Barca Rebekának is, ahogy mondtam, négy gólja van az első félidőből, megvan az 5., ez 7-esből. A 6. percben 18-14. Ne kiabáljunk el semmit, de egyelőre, főleg itt a most a második félidő elején, mint hogy picit lassabban csordogálna a mérkőzés, nem lenne olyan tüzes, mint az első játék részben, és ez lehet, hogy nem baj nekünk. Egyelőre Szabó Dóra, ez egy nagyon szép bejátszás volt. De nagyon jó volt a védekezés is. Baranyait fogták meg ott. Nem is Baranyai van már fönn. Ebbe lehetett egy csere valószínűleg. Szabó Dóra megy föl, és van egy védés. Gősi Luca van most fönn beállóban. Ez viszont benn van. Szabó Réka volt a gólszerző, 18-15. De még mindig három góllal vezet a Sárvár, ami azt mondom, hogy biztató, főleg úgy, hogy már lassan 7 perc eltelik a második játékrészből is. Vajdavirág, mert is kimaradt, az első félidőben nagyon jól ment Vajdavirágnak, most sajnos a második zicser maradt ki. Óriási lendülettel Schuster, de náluk marad a labda. Aztán csere lesz a Duki oldalon. Ha jól láttam, Schuster lement. És Tóth Vivien jött föl. Nyáron került a haladástól. A haladás női szakága ugye megszűnt, és akkor került Tóth Vivien bükre. És összeszedi, és 7-es. Gyorsi volt. Sárvári oldalról is el kell mondani, hogy ugye Barca Rebeka, tőzsgyökeres sárvári, Ikerváron kezdett kézilabdázni, de a Győrben nevelkedett, játszott a győri NB1-B-s csapatba, a felnőtteknél NB1-es ifjúsági csapatba, NB2-es felnőtt csapatba, korábbi években Szabó Dóra, ez így gól, 18-16, két gólra zárkózik,
a 8. percben, a második félidő 8. percében a Bükk, tehát Barca Rebeka volt a Sárvár egyik erősítése és új igazolása a tavaszi, vagy az, bocsánat, a nyári szünetben, tehát az őszre készülve, akkor inkább így mondom. Rebeka befejezte Győrben az iskolát és hazaköltözött, egész pontosan a középiskolát befejezte és egyetembe ment ugyan, de kézilabdát most itt képzelte el szerencsénkre, miközben egy gyönyörű gól, méghozzá horvát Emma, a mérkőzés elején már játszott Emma, de most csereként élt vissza a második félidő 10. percében, és rögtön góllal mutatkozott be. Ez viszont mehet tovább, nem fújt a játékvezető. Jenőfi, ott a lehetőség, ott a gól is. 20-16, megint 4 gól. Szabó, na most minthogyha a Bükk megzavarodott volna itt a második félidő 10. percének tájékán. Följöttek 2-re, aztán megint elléptünk 4-re, és eladott Büki labda. Lehet támadni az 5 gólos sárvári vezetésért 20-16-nál. Visszatérve Barca Rebekára az egyik új igazolásra. Ez belemenés. Mondom én, szerencsére a játékvezető nem így látja. Tehát Barca Rebeka a sárvári születésű képzett játékos, már a korábbi mérkőzéseken is komoly erősítést jelentett a Sárvárnak, miközben reklamálásért a vendégek edzője, Bölöni Roland kap egy sárgalapot. Még 2 új játékos érkezett a nyári szünetben, vagy hát a hosszú szünetben, inkább így mondom, Szekeres Szederke és Nyári Luca, ők is a Büki Tóth Vivienhez hasonlóan a haladás csapatából érkeztek, de ők Sárvárra, akik itt folytatják. Szabó Dóra veszítette el közben a labdát. A sárvári csapatból egy távozó volt, kis Nóra, aki felhagyott a aktív a versenyszerű kézilabdázással munkahelyi elfoglaltság miatt. Tóth Vivien közben középen. Szabó Dóra, Tamási, Szabó, Tóth Vivien, Szuhogyi, nál volt szabálytalan, pontosan Szuhogyival szemben szabálytalankodtak, Tamási teszi tovább, de lehet, hogy már nem is Tamási van ott. Nem bizony. Szabó Réka ment vissza a 24-essel, és most ő van a pályán. Szabó Dóra, Szabó Réka, Tóth Vivi, majdnem sikerült Barca Rebekának a labda, Csenés, hoppá! Most 20-17, pont az előbb említett Szabó Réka góljával. Megint csak 3 gól, de támad a Sárvár, tehát nem tud egyelőre közelebb jönni a Bükk. Szemes Jázmén, áj, de nem jó a bejátszás. Viszont szabálytalanság volt, úgyhogy marad a labda a sárváriaknál. Jenőfi, Barca, és ott a gól, 21-17, Szemes Jázmin, ez is az ő nevéhez fűződik. Szemes Jázmin 4 gólos közben, és egy időkérés. Ezúttal a hazaiak kértek időt, ha jól láttam. Dél. Nem, bocsánat, Bölöni mester volt. A 12. percben egész pontosan Bölöni Roland kért időt. Úgy látszik, hogy szükségét látja. 4 gólos, 21-17-es Sárvár vezetésnél, amikor még van hátra egy jó, vagy inkább szűk 20 perc. Még lát reményt arra, hogy följön a csapat, a másik oldalon pedig valami olyasmi taktikát kellene
kidolgozni, hogy ezt legalább lehessen tartani, ezt a 3-4 gólos előnyt, mert akkor be lehet húzni ezt a nagyon fontos mérkőzést. Egyelőre okosan játszottak a lányok. Most egyébként talán annyiban igaza van Bölöni Rolandnak a második félidőben, hogy egy picit a szünet után, mintha nem lett volna az a tempó, nem lett volna, nem pörögtek volna olyan fordulatszámon egyik oldalon sem. De több hiba volt mindkét oldalon. Na nézzük, hogyan folytatódik a mérkőzés, akkor 21-17-nél továbbra is 4 góllal megy a Sárvár. Harmadik fordulóból elhalasztott mérkőzésen. Szabó Dóra, ez gól. 21-18. Tanástalan a Sárvár is most. Jenőfi, egy de rossz bejátszás. Nem volt igazán jól megjátszható, viszont egy jó indítás. És egy óriási bravúr Juriktól, most már nem az első. Ez pedig zicser volt Szuhogyinál. Köszönjük szépen. Jurik Petrának a védést. Barca, hoppá, megrángatják a gallériánál, nem létező gallériánál, a nyakánál fogva. Horváth Emma most a bal szélen. Barca, ez mellé, jónak tűnt elsőre. Tóth Vivien. A lejátszás nem jó. Szabó Réka. Tóth Vivien, Szabó Dóra, ebben van, 21-19, hát most csak 2 gól a különbség, és most a hazai edző Pupadél kér időt, hát úgy tűnik, hogy szükség is van rá, mert 2 gólra jöttek föl. Akkor, amikor a 14. percben járunk a második félidőben, tehát közeledik a félidő fele, átbillenünk a második félidő második felébe, a végjátékra, és csak 2 góllal vezet a Sárvár. És az a kézilabdában tudjuk, hogy minden szinten szinte semmi. Kifordítsuk ezt a régi reklámszlogent. Viszont lehet támadni a 3 gólért. Még Doncsec Dorina és Gerencsér Zsófi beszél meg valamit. Horváth Emma, aki ezúttal ugye a bal oldalon van, és már góllal mutatkozott be. Horváth Emma, Jenőfi Kati, betörési kísérlet, nem sikerült, közben meg már fújtak. Doncsec, Jenőfi, Horváth Emma, Jenőfi, Doncsec, és most besikerült menni, a gól nincs, megint kifelé pattant szegény Dorinánál, már volt az első félidőben is egy ilyen, viszont van belőle egy 7 méteres, ez sem rossz, főleg ha belőli Barca. Már pedig belövi, 22-19, és pont belépünk a 15. percbe a második játék részben.
Három gólos Sárvár vezetés, Szabó Dóru, ez a óriási lövés, Szabó Dóra, kimondom arra megint csak két gólos, 22-20, mármint két gólos a sárvári előny. Jenőfi, Horváth Emma, Doncsec, Jenőfi, Barca, Szemes Jázmin. Hoppá! Horváth Emma kapott egyet. Viszont közben passzív. Jenőfi. Öt paszt mutatnak. Jenőfi sajnos nem jó. Tóth Vivi. Hetes nincs, csak szabad dobás. Marad a két gólos sárvári vezetés, amikor megkezdődik lassan a második félidő második fele, az utolsó 15 perc a mérkőzésen. Két gólos Sárvár vezetésnél a Bükk ellen a Sárvár arénában. Szabó Dóra, ajaj, ugye kimondom arra, 22-21. Na, most orosz, most meleg lesz a pite, mert elolvadt, egy gólra olvadt az a négy gólos előny, 22-21. Behallatszó háttérhangok, az atmoszféra az picit becsapós, mert itt a kamera a Büki oldalon van, és az ő szurkolásuk hallatszik bele jobban, de a túloldalon a sárvári B közép is hangos volt. Sőt, mivel többen voltak, ezért hangosabb is talán, de most nem ez a lényeg, hanem az, hogy egy góllal vezet a Sárvár. Doncsec, és megint passzív, ahogy az előbb is, Doncsec. Jenőfi, Horváth Emma, ez most nem jött be, kimaradt a helyzet, és bizony az egyenlítésért támad a Bükk, és jó a bejátszás, és sajnos jó a gól is. 22-22, kérem szépen, a 18. percben járva, 22-22 Gőzsi Luca góljával. Hát, most gödörben a csapat, 22-20, de lehet vezetést szerezni. Áj, és ez is kimaradt, Doncsec, szépen megcsinálták neki, egész pontosan Jenőfi nagyon jó paszt adott, nem lett gól belőle. Tóth Vivi, higanymozgású játékos, Gerencsér Zsófi két percet kap, ajaj. Ez most nem hiányzott nekünk, 22-22-nél, Büki vezetésnél egy sárvári kétperces kiállítás. A 18., most már 19. percben léptünk a második játék részbe, tehát jön az utolsó 10 perc. Most szerencsénk van, és nálunk marad a labda 22-22-nél. Viszont ember hátrányban vagyunk. Nincs beállós, Gerencsér kiállítása miatt. Picit most gödörbe érzem a csapatot. Oda a magabiztosság. Horváth Emma, Barca, Jenőfi Kati most nem igazán a helyén. És nehogy ebből vérszemet kapjanak ők, mert most megint passzív, most már harmadik támadásunk végződik passzívval. Jenőfi Kati a föld, Szabó Rékával ütközött és ráült tulajdonképpen. Talán Tóth Vivi volt 15-össel. És ott komoly, Jenőfi Kati sok csatát megélt, azért ő nem szokott szimulálni.
a fejét fogja. Semmi szándékosság nem volt, egész egyszerűen ütközött az egyik büki játékossal, és ahogy elesett, gyakorlatilag benne botlott el Tóth Vivien, aki meg ráesett, ráült. Ott is van Tóth Vivi sportszerűen, és neki is kellemetlen, látszik rajt. Hát nem hiányozna most még. Emberhátrányban vagyunk. Egyenlő az állás. Kemény 10 perc néz ki az utolsó 10 percre, és most még, hogyha Jenő Fikatit is elvesztené a sárvári csapat, akkor hát az nem hiányozna nekünk. Közben orvosi segítséget kell hívni. A helyszínen tartózkodik a doktor úr, illetve Zsanett, aki a csapat környékéhez tartozik, mondjuk így, és a játékvezetők megengedték, hogy ápolják, hogy megnézzék legalábbis, hogy mi van Jenő Fikatival. Hát áll a játék most már percek óta. Nyakát fájlalja. Igen, az látszott, hogy ahogy ráesett Tóth Vivi, akit most a többiek vigasztalnak, Tóth Vivi, ahogy ráesett, a nyaka rándult meg valószínűleg. Talán nem a csigolyákkal vagy egyébben van baj, hanem izomrándulás vagy húzódás. De az biztos, hogy le kellett támogatni, és nem tudja folytatni a mérkőzést, ezt a nagyon fontos utolsó 10 percet. Talán behallatszik, hogy Hegyi Gábor speaker megkéri a szurkolókat, hogy ne szidják a játékosokat. Szó nem volt erről, közben a vendégek mestere Bölöni Roland volt az, aki picit hergelte a hangulatot, és a nézői, hát úgymond beszólások neki szóltak. A nagyobb baj az, hogy ez is kimaradt. Ugye passzív volt már, egyébként Bölöni ezt sérelmezte, hogy mennyi passz jöhet, tehát passzívból lőtt Sárvár, sajnos kimaradt, és most a Bükád veheti a vezetést. A sárváriak még mindig ebben hátrányban, Gerencsér kiállítás emért, és ami legalább ekkora baj az, hogy Jenő Fikati is a kispadon, és nagyon fájlalja a nyakát. Aztán minden itt neki, ez viszont hetes lesz, az első lövés az még a kapufán csattant, a kipattanót viszont összeszedte Gősi. Horváth Emma megpróbált segíteni, de ebből egy hetes lesz. Szabó Dóra, és bizony gól. 23-22, pontosan a második félidő 20. percében. Hát nagyon régen vezetett a Bükk, talán valamikor az első játékrészben, ott olyan 6-5-nél valahol az első félidő 10. percének tájékán volt utoljára a Bükki vezetés egy góllal, és most ismét a Bükkiek vezetnek, 23-22 oda. Ajaj. Sokáig nagyon magabiztosnak tűnt a Sárvár. Bölöni most is reklamál, belemenést reklamál. Megpróbálja terror alatt, lelki terror alatt tartani a játékvezetőket. Cserdóri, hát hogy nincs szerencsénk. Ez is a kapufa jobb lapjáról jött vissza, belső oldaláról. 22-23 a mi szempontunkból. Ez se gól, közben fújtak. Belül az utolsó 10 percen, nem csak hogy vezetődük, de ők is támadnak. Hoppá, és egy Jurik Petra védés! Nincs újabb Büki gól, az egyenlítésért támadhat az utolsó 10 percen belül a Sárvár. És Bálósban
Wolfán Miki. Bal oldalon maradt Horváth Emma, ez éppen Barca Rebeka, jobb lövőben pedig Cserdóri ezúttal, hiszen a sérült Jenőfi Kati, vagy a sérülés szenvedő Jenőfi Kati helyére bal lövőbe ment Doncsesz, legalábbis úgy tűnik, bár Doncsesz most inkább a irányító helyén. Nagyon tanástalanul vagyunk. Az egyértelműen látszik, hogy ez a szerkezet nálunk ez jóval alacsonyabb, mint a Bükiek belső három védője pontosabban. Na, nincs meg, viszont van egy hetes. Barca Rebeka harcolt ki egy hetest 23-22-es vendégvezetésnél. A második fél idő 22-23. percében, és ő maga lesz a ítélet végrehajtó. Nagyon kellene ez a gól, ami meg is van. 23-23, Barca Rebeka 7-esből egyenlít. De már belül járunk az utolsó 10 percen bőven. 7 perc van hátra. Megvan az egyenlítés, nincs viszont újabb Büki gól. No. Lehetőség ahhoz, hogy kijöjjünk a gödörből, és visszavegyük a vezetést adott esetben. 23-23-nál támadunk. És Horváth Emma vágja be a 24-et, ismét egy góllal a Sárvár vezet. Büki támadás. Vészesen fogy az idő. Egy gólos a sárvári vezetés, nagyon-nagyon izgalmas véghajlának lehetünk, azt hiszem, szemtanúi. Tóth Vivi, jó a passz. Szemes Jászmin harcol. Ez a miénk! Horváth Emma jól védekezett, és Julik Petra kezében a labda. Barca, Cser. Cserdóri, Barca Rebeka. Vastaps egyébként a sárvári oldalon, a sárvári szurkolóknál próbálják a lányokat biztos. Egy bátorlövés Bolfántól, aki alapvetően beállós, bár azt is el kell, hogy mondjam, hogy anno átlövőként játszott, tehát az átlövés nem szokatlan tőle. Sajnos kapufán csattant, de jó lett volna ez a váratlan gól. Még egyszer mondom, 24-23, és Barca akadt fönn. És lassan az utolsó 5 perc közeledik. Az sajnos belemenés, úgyhogy mehet a Bükk az egyenlítésért. Tóth Vivi! Ojaj! A fiatal játékos egalizál. 24-24. Az utolsó 10 percen belül alig több mint 9 perc a hátralévő játékidő. Mi lesz itt még? A nagy baj az, hogy ugye Jenőfi Kati nem tudod visszajönni, nagyon fájlalja a nyakát. Közben kapott egy jeges tömlőt, avval próbálják jegelni, de hát a játék az nagyon hiányzik. De ez erőt kellene, hogy adjon a többieknek. Letett labda Szemes Jászmin előtt, ott vannak, jól védekezik most a Bükk. És mondom, nincs magas emberünk igazán, aki át tudná lőni ezt a falat. Vagy van? Hogy ne lenne? Horváth Emma! 25-24. A fiatal Horváth Emma. Nagyon jól jött be a második fél időbe, Julik Petra meg nagyon jól folytatja. De közben már... szabad dobás és időkérés. 5 perccel a vége előtt. Bölöni Roland kér időt. A Sárvár egyébként október 11-én a listavezető és eddig 100%-os és szuper-hiper teljesítmény nyújtó Komárom otthonába megy. Még egyszer mondom, 3 meccsből 3 győzelem, 111 lőtt és 62 kapott gól, plusz 49-es gólkülönbség. Hadd mondjam el, azért addig van időm talán, hogy az első fordulóban, ahogy mondtam, 30 góllal 49-19-re verték a Vékelese Győrt. A második fordulóban a Komárom idegenben verte a Student Comfortot 10 góllal 30-20-ra. A harmadik fordulóban pedig a Körmendet, azt már egy mérsékeltebb
gólkülönbséggel 32-23-ra is Komáromba, de ott van Kovacsic, a sokszoros válogatott szélső, tehát egy nagyon jó csapat otthonába látogat a Sárvár. Hazai meccset pedig majd október 17-én szombaton 18 órától a Pénzügyőr SE U22-es csapata ellen játszik az arénában a Sárvár. Hát abba bízom minden, hogy ez így is lesz. Tehát a járványügyi helyzet nem ír elő újabb szigorításokat, akár zárt kaput, akár a bajnokság fölfüggesztését, nem lesz betegség sehol. Közben hoppá, ajaj. Hát ez nem volt annyira, de sajnos kiállítás. Ez megint nem kellett nekünk, hogy a végjátékba kiállítással menjünk bele. Bolfán. Négy és fél perc a hátralevő játékidő, amikor Bolfánt kiállítják. Megint ember hátrányban, igaz, hogy most egy gólos vezetésnél. A labda viszont nálunk. 25-24-nél támadhat a Sárvár. Ember hátrányban ugyan, de most kellene okosan sáfárkodni. Nagyon-nagyon kicsi különbséget az egy gól, illetve nagyon-nagyon sok idő ehhez még a hátralevő 4 perc, de okosan kellene játszani. Húzni az időt passzívig, aztán valahogy besrófolni, be gyötörni oda egy gólt. Barca. Bolfán. Egy szerencsé. Nem. És nem adják oda a labdát. Valószínűleg hozzájutott még egy sárvári játékos. 25-24-es Sárvár vezetésnél támad a Bükk. Ajaj, és ember hátrányban vagyunk. Hát, Gőzsi utca volt. Igen, a Gőzsi utca van beállósba, bocsánat, közben ellenőriztem magamat. Tóth Vivien. Szabó Dóra, Szabó Réka is fönn van. Most például az ő kezében labda, köszönjük meg neki, ezt most eldurrantotta. 25-24-es Sárvár vezetésnél, de még mindig ember hátrányba játszva. A hazai közönség vastapsa közepette támadhat a Sárvár. De még mindig ilyen őfikati nélkül, és nagyon úgy tűnik, hogy már nem is jön vissza. Jegelik a nyakát. Azt a mekkora gól, Barca, de fontos pillanatban. Két gólos a sárvári előny, 2 perccel a vége előtt. Ott pedig egy ellőtt labda. Meggondolatlan volt egy kissé Szabó Réka. Most már másodszor, de nem baj. Két percnél alig több van hátra, két gólos vezetésnél. Azt szoktam mondani, hogy 2 perc, 2 gól, akkor annak a meccsnek meg kell lenni, de hát ez nem olyan egyszerű. És még egyszer mondom, közben kiegészültünk. És 2 góllal vezetünk, ugye mit támadhatunk. Ennek meg kellene lenni, már ennek a 2 pontnak, ennek a fontos 2 pontnak. Nagy a harcot benn Bolfán. Beállósban, Cser, Horváth Emma fölmegy, ez most nem jött be, emellé ment. Előbb volt egy gyönyörű átlövés gólja. Na, Tóth Vivi. És megint egy sárvári kiállítás, Bolfán nagyon gyorsan megkapja a másodikat is. Hóha! Hát 55. percben volt az első, 56. és most a második, az 59. percben, másfél perc van hátra. Közben ott egyébként Barca Rebekát is eltalálták. Ő is fájdalmasan görnyed össze. 24-26, egész pontosabban a mi szempontunkból 26-24. Tóth Vivi. Ez meg egy nagy védés Jurik Petrától, most nem sieti el.
lassan kocog a labdáért, meg a másodpercek is lassan peregnek le. Most már kimerem mondani, 2 perc, 2 gól, úgyhogy mi támadunk, és már nincs 2 perc hátra, sőt 1 nagyjából. Hát ennek meg kell lenni. Áll a csarnok, buzdítják a csapatot, és ott van a végére még Doncsectől 1 gól, a 27. Doncsecnek nem igazán ment a mai mérkőzésen, ott meg egy Jurik Petra védés, de... 1-7 a vége. Szabó Dóra. 27-24-es Sárvár vezetésnél Szabó Dóra. Jurik Petra vele szemben, aki a végén remekel. És megfogja a 7-est is. Úgy, hogy marad nálunk a labda, hát ez azt lehet mondani, hogy megvan egyértelműen. Ezt a lányok is érzik. A kispadon is és a pályán is. Ezt innen még egy magyar női kézilabda csapat se tudja elveszíteni. És állva vastapsal köszöni meg a közönség ezt a ezen a szinten, MB2-es szinten kimondottan jónak mondható mérkőzést. Látványos volt. Nagy küzdés. A gól ugyan nincs meg, már többen a kezüket emelték, már úgy tűnt, hogy ez is gól Barca Rebekától, de bánja a kánya. Tóth Vivi még lóv egyet a végén, ezzel 27-25, de ez már senkit nem érdekel, ugyanis egy nagyon fontos mérkőzést, egy elhalasztott meccset próbált, egy elhalasztott meccset nyert meg a Sárvár, óriási küzdelemben Jenőfikat is a talpán már, tehát azért olyan nagyon-nagyon nagy baj talán nincsen, egy hét múlva harcra készen lesz. A lényeg az, hogy a fél időben 3 góllal vezetett a Sárvár, és egy nagyon jó második fél időt játszva, küzdelmes második fél időt játszva végül 27-25-re nyerte ezt a mérkőzést a Büki TK ellen. A hazai meccs legközelebb 2 hét múlva, október 17-én a Pénzügyőr ellen 18 órától. Várjuk a szurkolókat akkor is a Sárvár arénába, innen a viszontlátásra.